Jó estét kívánok! Szerintem önök már pontosan tudják, mert alaposan beharangoztuk, hogy ma este is élőben láthatják most a Civil a pályát, és mivel nagyon sok megbeszélni valónk van, 4 részben fogjuk ezt megtenni, és kronológiai rendben próbálunk haladni, hogy lépésről lépésről összerakjuk azt a mozaikot, ami a hazai közéleti eseményeket adta ezen a héten, és hát bőven van miről beszélgetnünk, és egy rutinos politikai újságíró mikor máskor térjen vissza ide a Civil a pályába, mint ilyen események közepette, mert hogy egy régi új vendéget köszöntünk nagy szeretettel, Gergely Zsófiát. Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Hogy visszatértél, és itt van régóta velünk, és szintén örülünk, Závesz Tibor, illetve a másik oldalon Üveges Gábor és Hadsereg Gábor, nektek is köszönöm szépen. És vágjunk is bele, és ahogy mondtam, megpróbáljuk a kronológiát tartani, és ezen belül is a hét egyik legfontosabb eseménye az volt, hogy bár első körben nem, második körben Balogh Zoltán legalábbis a református egyház zsinati elnöki pozíciójáról lemondott. Mutatjuk, hogy ezt hogyan tette. Adj erőt nekem személyesen, szembenézni tévedéseimmel, hibáimmal, bűneimmel. Szembenézni azzal, hogy milyen gyakran bíztam inkább a politika erejében, mint a te hatalmadban. Isten segítségét kérte a református egyház zsinati hivatalának rendkívüli ülése után tartott beszédében Balogh Zoltán. Az egyház vezetője elcsukló hangon kért bocsánatot a botrányos kegyelmi ügyben játszott szerepéért. Bocsáss meg, hogy nem voltam elég éber és körültekintős, nem láttam, milyen veszélyek leselkednek ebben a kegyelmi ügyben országunkra, nemzetünkre, egyházunkra, köztársasági elnökünkre. Bocsáss meg, ha a gyermekbántalmazás áldozatai azt érezhették, hogy magukra maradnak. Nem csak most, hanem annyiszor az életben. Balogh Zoltán ezután egyértelművé tette, nem lesz tovább a református egyház vezetője, hogy kivédje az egyházzal szembeni további támadásokat. Ugye vele szemben is nagyon sok kérdés felmerül, talán az egyik az, hogy elegendő-e az elnöki pozícióról való lemondás, mert ugye püspök marad. A másik, és ez ma jelent meg a Direkt 36-on egy elemzés, hogy miközben Novák Katalinnal szemben értetlenség van, Balogh Zoltánra viszont nagyon-nagyon haragszanak, és egy elemi düh van vele szemben a Fideszben, illetve jobboldali körökben. Mennyire indokolt ez a düh? Tudom, hogy nem kronológiai sorrend az, ha előhozom ma azt, hogy a miniszterelnök például róla nem beszélt az évértékelőjén. Szerintem ez nagyon fontos dolog, hogy a két lemondott asszony, azt hiszem így fogalmazott, mellé tulajdonképpen jutott, vagy elismerte azt, hogy jól tették a dolgokat a lemondással, és nagy veszteség érte az országot e tekintetben. És ez is sok mindent mondoló, de Balogh Zoltán esetében ez nem jelent meg, még az ő neki kellett volna talán megnyitnia ma ezt a rendezvényt, és valaki más nyitotta meg, tehát őrá biztos, hogy nagyon haragszanak, eltűnt ebből a nagyon belső körből, ez azért nagyon izgalmas, mert minden információ arra utal, hogy ő neki nem csak ebben az ügyben lehetett tevékeny szerep, amit ő félig meddig elismert, tehát nem minden részét bontotta ki az igazságnak, hogy szokták mondani, de ennél sokkal több az ő szerepe az Orbán Viktorhoz való viszonyába, a Fidesz legbelsőbb elitjéhez való viszonyába, tehát ő azért egy ilyen motorja volt az ottani folyamatoknak, a református egyház is nyilván nagyon sok hasznát vette annak, hogy ő püspök lett, anyagi hasznát is, ezért is lehetett nagyon nehéz ez a döntés, és az viszont hát nagyon fájdalmas, hogy ő kicsit úgy ment is, meg maradt is. Tehát arról a pozícióról lemondott, ami egy ilyen, hát ilyen diplomáciai funkció tulajdonképpen, hogy ő az állammal, a külföldi szereplőkkel tartja a kapcsolatot, ez a zsinati elnöknek a szerepköre, de magáról a püspökségről ugye nem mondott le, tehát a híveknek továbbra is ott van egy potens tényezőként, és szerintem ezzel még lesz gondja az egyházának, a híveknek. A másik dolog az, hogy azért egy olyan mondat valószínűleg tényleg kiárt volna az áldozatoknak, hogy elnézést kérek, és mindenkitől, és megkövetem őket, és el fogok hozzájuk menni, és bocsánatot fogok kérni tőlük személyesen, már akitől tudok, mert ugye volt, aki meghalt. Tehát, hogy ez a része, ez a fajta ilyen üdítő része, ami elvihette volna az erkölcsi mélységekből legalább egy egész kicsit följebb, ez nagyon hiányzik, ő nagyon lent van, erkölcsileg, politikailag, mindenhogy, és és tényleg csak rajta múlik az, vagy rajta múlt, hogy nem tette meg azokat a lépéseket, hogy ma ne ilyen szellemben kelljen róla beszélnünk. Igen, ugye ha már kronológiába haladunk, mert ugye végül is tegnap mondott le, de én a szerdai beszédén döbbentem meg. Azért nehéz is erről nekem beszélni, mert így egy ilyen vékony családi szál révén még nagyon távoli ismerettségben is vagyunk. De egyszerűen, tehát amikor, tehát ugye először beismerte ugyanazt, amit Novák Katalin. Majd közölte, hogy nem mond le. Tehát ez azt jelenti, hogy ha csak 2 napig is, de a református egyház elnök püspökének az erkölcsi szintje alacsonyabban volt, mint a magyar állami. És azt gondolom, hogy ez semmelyik országban, vagy semmelyik egyházzal kapcsolatban nem fordulhat elő. Mondjuk abban a beszédben az egy külön fordulat, nem tudom, hogy ehhez mondjuk így mit szóltok, hogy mondjuk tőlem, vagy más nem evangélikus embertől. Református. Református ember. Most nem is tudom, hogy miért mondtam az evangélikus. Egyébként az elmúlt pár napban én többet tanultam az egyházról, meg a belső ügyekről, ezt most őszintén bevallom, mint mióta újságíró vagyok, de hogy ugye senki mástól nem kért bocsánatot. Ő ugye alapvetően a híveihez beszélt, ez nagyon-nagyon érezhető volt. Ami engem legjobban zavar, az, amit te így hozzátettél, hogy legalábbis. Tehát ez a zsinati elnöki, ami egyébként még nem is érvényes, mert ugye a következő ilyen zsinati ülésen ezt jóvá kell hagyni. Nem hiszem egyébként, hogy rá fogják dumálni, hogy de, maradj, persze, elfelejtjük. Viszont tehát szerintem többet ártott ebben az egész ügyben, és a Karmelitában valószínűleg sokkal-sokkal több fejtörést okozott, mint bármi ebben az elmúlt pár napban. És ez furcsa is nekem, mert szerintem ő pont úgy irányítható bábú, mint ahogy egyébként Novák Katalinnak is meg lehetett üzenni. Tehát miért kellett addig elmennie, hogy megint ugyanúgy ezeket a bizonyos selyemzsinórokat ugye osztották, és amikor már így ráállítják ezeket a bizonyos droidokat, hogy most bocsánat, de én újságíróként hadd hívjam így mindegyik résztvevőjét a propaganda médiának, tehát amikor már meg kell üzenni, hogy figyelj, ez nagyon nincs rendben, ő ugye akkor kezd. Ugye akkor de egyébként miért ez a módszer? Mert ez tényleg nagyon érdekes, hogy ugyanaz a forgatókönyv zajlott le először Novák Katalin, de Csuhai Ildikónak azt mondta, hogy hát ez ilyen, a kegyelmi döntések megosztóak. Balogh Zoltán is elmondta, hogy ez ilyen, és akkor utána elindul Huth Gergely, Baljás Zsolt, és lemondanak. Erre mi szükség van? Még az előző gondolatot annyiban lehet, hogy nekem nem is a technikai részlet az, ami nagyon szöget ütött, hanem alapvetően az az eredője, az ő egész pozíciójának, hogy egy nagyon komoly, nagyon befolyásos, nagyon a szűk körhöz tartozó politikusból alapvetően visszamegy és egyházi főméltóságot vállal egyáltalán, mint hogyha ott meg nem történté lehetne tenni az előzményt. És bizony a Fideszre annyira jellemző, hogy annyira össze van kutyulva az állam, az egyház és minden egyéb, és alapvetően észre sem veszik, hogy az a máz, amivel ez az egész le van öntve az ő rendszerük, ezzel mekkora mérhetetlen kárt tudnak okozni a hívek körében, az egyházak, a valóban hívő életet élő emberek körében. Mennyi megütközést keltenek akár azokban az egyházi, kisebb egyházi vezetőknél is, akik ki vannak szolgáltatva nagyjaik, vezetőiknek a tevékenységének, és ez is egy elképesztő nagy meghasonláshoz vezetett, én azt látom. Tehát nagyon sokan tényleg nem is akartak szólni, mert nekik alapvetően elsődleges az, amire ők feltették az életüket. Hogy szolgálják az Istent, hiszik azt, amit hisznek, és közvetítik hitelesen tovább. És akkor van egy teljesen összekuszált felsővezetés, aki dörgölőzik a hatalomhoz régóta, aki anyagi előnyökért gyakorlatilag sorban áll, ahol kilóra meg vannak véve egyházi főméltóságok, és az egész rendszernek valahol ez egy elképesztő erős látlelete. És nem is a technikai része izgatott nagyon. Nekem nagyon szimpadias volt egyébként a Balogh Zoltánnak a kiállása. Tehát ahogy ő a mikrofon mögött viselkedett, ez nekem egy kifejezetten szimpadias. Bocsánat, olyan a szó negatív értelmében olyan papos megszólalás volt. Hiányzott belőle nekem az a fajta őszinteség, ami ebben az esetben minimum kellett volna. Bocsánat, de az összekutyulásra csak annyit hadd jegyezzek meg, hogy azért a NER-ben ez egy alaptézis, és az első indoklás is, hogyha megnézitek, akkor az volt, hogy ugye ezzel próbálták védeni, hogy ha még jó volt, ugye hozta a pénzt, akkor most már álljunk ki mellette, hát itt vagyunk majdnem mondtam, bajban, akkor most már most is meg kell védeni. És hogyha belegondolsz, akkor gyakorlatilag a sportegyesületektől kezdve az egyházakig a legkülönbözőbb ilyen társadalmi szerveződéseknek az élére, ezért kell fideszes potentátot hozni, mert akkor hozza a pénzt. Most mondjam, hogy polgármester, ugye mindig ettől félnek, hogyha a polgármester nem kormánypárti, nem jön a pénz. Ha a sportegyesületemnek a csúcsán nem valamelyik hasonló fideszesül, akkor nem hozza a pénzt. Az egyház megint csak ez. Balogh Zoltán ugye egy szükséges rossz, de kell, mert ugye akkor leszünk befolyásosak, akkor kapjuk a forrásokat, akkor lehet majd ezt építeni, meg azt építeni. Tehát olyan, ahogy mondod, annyira az alap, csak ez már az összekutyulás szerintem természetessé vált. Tehát, hogy nem is összekutyulás, ez ennek a rendszernek egyébként a működtetése. Meg egy ilyen törvényi változtatásoknak a állandóságát, folyamatosságát lehet érzékelni. Tehát, hogyha valahogy a rendszerben valaki nem illeszkedik, mert van egy szabály, például a református egyháznál az, hogy valaki püspök legyen, ahhoz 10 évi folyamatos lelkészi tevékenység. Nála nem kellett a folyamatos. Akkor megváltoztatták, igen, ugye? Igen. Akkor egyszerűen megváltoztatták ezt a szabályt, és akkor nála nem kell. Tehát, hogy mindig vannak ezek a lex bármik, ezeket a kivételeknek a megalkotása. És egy olyan, és akkor visszatérve arra, amit kérdeztél, hogy ez az üzengetős Sejem Zsinór elküldéses módszer, hogy miért van ebben a rendszerben, azért, mert nincsenek kiépülve azok a demokratikus közvetítő csatornák, amik révén, meg a párbeszédek, amik révén egy ilyen ügyet meg lehetne beszélni. Hogyha igazak azok a híresztelések, hogy például befeszült Orbán Viktor a hír hallatán, mert a sajtóból értesült ő is, és nem volt hajlandó tulajdonképpen senkit se fogadni az ügy érdekébe, se a Novák Katalin, se a Balogh Zoltán, senkit, akkor nincs más út, mint hogy ilyen üzenőfüzetek legyenek. És engem ez, tehát hogy nincsenek leülések, tárgyalások, megbeszélések, mert nem része a rendszernek. Mindenhol üzengetés van, van egy központilag szervezett kommunikáció, abban mindenkinek megvan a feladata, és ezért ez kísértetiesen emlékeztet arra, emlékszem még a Kádár rendszerben, amikor a vezércikkek dögunalmasak voltak, de néha volt funkciójuk egy a pártállami napilapban megjelenő vezércikknek, mert abból lehetett kiolvasni, hogy mik azok az üzenetek és kiknek szólnak, vagy egy felszólásnál nem tudom, a pártkongresszuson, ha valaki felszólalt, vagy többen, és nagyjából ugyanazt a hangnemet ütötték meg, és lehetett sejteni, ez a sorok között olvasás tulajdonképpen, ez a technika, azt hittem, hogy erről már leszokhatunk, de nem, mert ugyanilyen kézi vezérléses, kommunikációs szisztéma épült ki ebben a rendszerben. 3 fontos ember, erről még fogunk beszélni, belebukott ebbe az ügybe, és még mindig nem tudjuk, hogy miért. Bárkinek bármilyen megfejtése van? Ugye a sajtóhírek arról szólnak, hogy Balogh Zoltán lobbizott ezért a kegyelemért. Miért? Jó, eszembe van. A hallgatásod érez durva, hogy 2 hét után, amikor ugye hát majdnem 2 héttel járunk kirobbanása után az ügynek, nem vagyunk beljebb. Indoklást azért őtőle, nem biztos, hogy tőle, de azért hallottuk, hogy ez, azt mondta, hogy ez egy derék. Na jó, de nem. De hát, miben hogy hibázott? Ő? Hát abban, hogy gondolom abban, hogy ő neki fontosabb volt adott pillanatban az, hogy ez egy derék, ráadásul erdélyi származású, vallásos református ember, mint ami elítélték. Abban hibázott, hogy nem mérte jól föl a következményeit, és azt, hogy ebből ekkora botrány lesz? Nem biztos. Mert akkor az más, mintha abban hibázott, hogy valakit, aki pedofiliában segített. Tegnap ő azt mondta, jogos a kérdés, de tegnap ő ugye azt állította a lemondásában, hogy azért nem kérek bocsánatot, mert egy általam ártatlannak tartott embert. Tehát, ha ez igaz, akkor arról van szó, hogy hogy ő meg volt győződve arról, annak ellenére, hogy bírósági ítéletek az ellenkezőjét mondták, meg volt győződve arról, hogy ártatlan. Ez lehet, hogy nagyobb bűn, vagy probléma, mint hogy ő egyáltalán technikailag eljárt a köztársasági elnöknél, az se egy normális dolog, mert mi keresnivalója van neki ott, ráadásul olyankor, amikor még nem volt tanácsadó testület, tehát ő nem a tanácsadó testület tagjaként, vagy nem vezetője volt, nem tudom, nem ebben a funkciójában ment oda, hanem egy általunk nem ismert mentor, mentori, igen, tehát hogy ennek következtében ment oda, és még ki mindenki járt oda, vagy ő miért járt oda, tehát hogy valahogy a rendszer, ez az összekutyulásnak is egy eleme, hogy Balogh Zoltánnak mi keresni valója volt a Magyarország köztársasági elnökének irodájában elintézni ügyeket. Sőt, ez azt arra világít rá alapvetően, nem is az ügy miatt született meg a lemondás részéről, hanem a ránehezedő nyomás miatt született meg ez a lemondás, tehát alapvetően ez több sebből vérzik ez az egész történet, és azt gondolom, hogy gyakorlatilag ez amit e köré tesznek, hogy az okokat keresik, alapvetően ez számomra teljesen megfejthetetlen volna. Jó, akkor még a miért kérdésével folytatjuk, hogy ti is tudjatok válaszolni, egy rövid reklám után tartsanak velünk. Folytatjuk a Civil pályán második részét, és ugye egyrésztről volt egy olyan körünk, amiben azt fejtegettük, hogy miért kell üzengetni különféle publicistákon keresztül ahhoz, hogy végül valaki lemondjon, és akkor itt maradt a kérdés az első rész végén, hogy miért? Mert hogy ezt a megfejtést még nem tudtuk ide tenni az asztalra, mondjuk ez valószínűleg sok milliós kérdés, hogy miért, ha igaz, Balogh Zoltán lobbizott ezért a kegyelemért, és akkor még ti nem válaszoltatok. Tessék. Köszönöm. Ugye kétszer is láttuk ezt, egyszer a múlt héten, egyszer meg ezen a héten, amikor Bajer Zsolt kiírta, hogy meg kéne szólalnia a köztársasági elnöknek, másnap lemondott. Ugyanígy, amikor a Balogh Zoltán szerdai nyilatkozatát kommentálta, illetve belinkelte Huth Gergelynek a cikkét. Szóval én azt gondolom, hogy ugye, nyilván én nem élek abban a közegben, de hát ugye azért abba a fiókba azért a legélesebb kés a Bajer Zsolt. Tehát ez egyszerűen szerintem annyit jelent, hogyha nem mondasz le, akkor kicsinálunk. Hú, ezt a legélesebb kést én most azért hadd tegyem egy erős idézőjelbe, így a még talpon maradt médiát képviselve az asztalnál. Abban a fiókban. Még így is. És hadd tegyem egyébként akkor még az előző részben idézőjelbe, és ez tényleg nem személyes, de ez a derék, tehát ez a derékjelző, ugye itt az érintette, a kegyelmet kapott emberrel kapcsolatban, azt megint csak egy erős idézőjelbe tenném. Mert ugye valami egyébként gusztustalan volt, az a kronológiának az a legelső szakasz, amit mi most így átugrottunk, amikor még ugye az egészet próbálták negligálni, meg próbálták egy kicsit ugye terelni ezt az egészet. Tehát az, hogy ez az ember kint van, interjút ad, megtudtuk, pont ezeket tudtuk, tudom, hogy ez idézet volt egyébként, ez a deréktanár ember, amit így próbáltak ugye megmagyarázni. A végén már egyébként, nem tudom, hogy néztétek-e ezeket az újságcikkeket, már a szomszédok is sajnálták. Tehát ugye megszólaltatták a szomszédokat, akik már ott sajnálkoztak ezen az egészen. Tehát egész egyszerűen ez az ember ahhoz képest, amit tett, az, hogy próbálták minimálisan is mosdatni, és most bocsánat, hogy nem a kérdésre válaszoltam, mindjárt azt is elmondom, csak tényleg nekem ez a reklámszünet előtti utol, tehát ez a szó, ezt a derék, szerintem ezt felejtsük el. Tehát ez az ember ugye 3 év 4 hónapot kapott, méghozzá kényszerítésért, és a házon kívült nagyon szeretném behozni, mert nagyon keveset hallom az RTL műsorának a nevét, mert ugye teljes mértékben nekik köszönhető, és évekig tartó munka eredménye volt, hogy ez az egész bicskei problémakör, ami gyakorlatilag szerintem sajnos bárhol lehetne az országban, de így napvilágra került. Tehát ők ezért nagyon-nagyon sokat dolgoztak. A másik, hogy akkor a kérdésre is válaszoljak, hogy szerintem nem fogjuk megtudni. Tehát nem fogjuk megtudni a miérteket, én láttam rengeteg megfejtést. Tényleg az a média, amit még nem daráltak be, folyamatosan ezzel foglalkozik. Az összes kollega, hát látom, hogy gyakorlatilag tényleg reggeltől estig, tehát elképesztő volt a pörgés, tehát egy választási időszakban nincsenek olyan látogatottsági adatok, nem keresik az emberek ilyen szinten az információkat, és mégsem tudjuk. És az, hogy hogy tudjuk meg, én nem az alkotmányt módosítanám, totálisan elfogult vagyok, ha itt bárki komolyan gondolna bármit, akkor visszamenőlegesen még az Áder időkre nyilvánossá kéne tenni az összes kegyelmi ügyet. És nekem most így mondhatják, hogy ki kéne, meg GDPR, meg ki kéne takarni az adatokat. Van olyan ország egyébként, ahol nem takarják ki. Pontosan tudni lehet, ugye, hogy kit, mikor, mennyire nagy kedvezményben, hogyan részesítettek. Mi ezt akkor tudhatnánk meg, hogyha az összes kegyelmi ügyet mondjuk azt mondanák az újságíróknak, hogy mint a bírósági iratokat be lehet menni és betekinteni. Mint hogy a bírósági ítélet nyilvános. Tudom, van most majd a jogászok így felhördülnek a tévé előtt, hogy van kivétel, de ugye ezt mindig tudjuk, hogy a kihirdetésre be lehet menni. Ha én felülírom egy bíróságnak az ítéletét, akkor arra miért nem lehet egyfajta nyilvánosságot kötelezően előírni? Én egyébként azt csinálnám, amit sok országban csinálnak, hogy az összes adattal együtt nyilvánosságra kellene hozni, de visszamenőleg. Na és akkor itt jönne be egy olyan kérdés, ami a nyomás, és a társadalmi nyomás, és az elégedetlenség, és az a bizonyos nemzeti egység, ami hát most tönkrement Novák Katalin döntése nyomán, mondta Orbán Viktor, bár ugye a valóság az az, hogy a nemzeti egység az ott volt, csak ez ugye szemben állt a kormány véleményével. És akkor egy picit itt most álljunk meg, mert hogy nagyon sokat emlegettük az elmúlt két hétben azt, hogy biztos mérnek, és nagyon mérnek, és sok pénzért mérnek, és nagy mintás közönkutatással mérnek. Hogy néz ez ki ilyenkor? Ez úgy néz ki, hogy naponta mérnek, tehát a lényeg itt nem is azon van, hogy egyszerre sok embert kérdezzenek meg, hanem folyamatosan próbálják követni a társadalomban lévő véleményváltozást, az egyes csoportokét, különböző politikai táborokét. Ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor fölmerült a probléma, nyilvánvalóan el kellett kezdeni ennek a lenyomatát, társadalmi lenyomatát föltárni, vagy megismerni. Mérés szombaton, ugye pénteken derült ki ez az egész múlt előtti pénteken, és akkor folyamatosan egy ilyen naponta el lehet készíteni telefonos kutatásokkal 1000-es mintát, 30-40 operátorral, akik ugye kérdeznek, mondom a nézőknek, folyamatosan egy számítógép van előttük, és teszik fel a kérdést. De ha naponta elkezdenek 1000 fővel kérdezni, és ez összerakódik, és lehet látni azt, hogy az a kérdés, hogy mondjon-e le Novák Katalin, vagy nem tudom mekkora volt, csak én 1000-es az egy jó alap ahhoz, hogy mondjon le, vagy ne mondjon le, ismerik-e, vagy tudnak-e róla, hogy mi történt, van-e ezzel kapcsolatban ő neki felelőssége, vagy nincs. Ezek elég egyszerű eldöntendő kérdések, mindig lehet haladni. Mindig ugyanaz a kérdés, ha csak új körülmény nem merül fel, és nem kell kiegészíteni a kérdőívet. Ahogy teltek a napok, nyilvánvalóan egyre inkább jött be a képbe Varga Judit, aztán bejött a képbe, tudom én, kedmagasságával már Balogh Zoltán, és nyilván kiegészülnek ezek a kutatások, és akkor azt lehet látni, hogy van-e dinamikája a véleményváltozásnak, és hol van dinamikája. És ilyenkor a politikus nyilvánvaló, hogy ugye mondják azt, hogy ha a közvéleménykutatást tekinti kizárólagos döntési szempontnak, az nem jó. Én is azt gondolom, hogy sokkal több minden egy politika, mint hogy adatokat nézünk és értelmezünk. Nyilván kell intuíció, tapasztalat, érzelem, és ebből tevődik össze valami intellektus, ebből tevődik össze valami fajta döntés, de ha azt látja, és az én hallomásom az, hogy nem tárták elénk, ezért csak hallomás lehet, hogy folyamatosan nőtt azok aránya, és Szerda környékén már azt lehetett látni, hogy meglehetősen kiegyenlített. Ahogy egyre többen hallottak róla, tulajdonképpen összeért azok aránya, akik azt mondták, hogy mondjon le, mint hogy nem mondjon. Az elején ez nem így volt, hiszen akik nem tudtak róla, azok nem tudtak véleményt alkotni, és ebben a pillanatban már érzékelték, ahol az adatokat rendelték, nyilván a Karmelitába, hogy itt egy folyamatról van szó, aminek az lesz a vége, hogy többségbe és túlnyomó többségbe fog kerülni a lemondást követelők aránya. És ezek után nem volt más döntés. Nem tud szembe menni a politika ilyen értelemben a közvéleménynek ekkora részével, és amit meg tudunk, az nyilvános volt, hogy a lemondást követően egy másnapi kutatásban, ami egyébként úgy tudom, hogy kisebb volt talán, amit a nézőpontosok csináltak, ott pedig már 85% körül volt azok aránya, akik helyeselték Novák Katalin lemondását. Tehát, hogy lehetett látni ezt a fajta dinamikát, és ilyenkor a politikának van szerintem szeme arra, hogy hogy kell csinálni. És azt is látták, hogy és bocsánat, még ez egy fontos dolog, és ezért kell a napi mérés, hogy a saját tábort is elérte, és ott is többségbe kerül, és akkor nincs más lehetőség. Ezt kell tenniük. Az ügy mienségén múlott az, hogy ez kikerült a buborékból? Mert ugye azt szokás mondani, hogy gyakorlatilag a kormánypártok számukra kedvezőtlen információkat ki tudják zárni teljes mértékben. Én ezt hallottam egyébként itt az ATV egyik műsorában, hogy pontosan akkor döbbentek meg, hogy miután ugye a kormánypárti média ezt egyáltalán nem hozta, viszont a közvéleménykutatásokból az derült ki, hogy a Fidesz érzelmű emberek is 60-70%-ban tudnak erről, és nem a saját csatornáikon keresztül, és akkor, hát ezt valamelyik másik kolléga mondta, tehát, hogy akkor fordult meg, vagy lehet, hogy akkor kezdték ezt komolyan venni. Tehát valójában azzal, hogy kiderült, mint ahogy egyébként az egész ügy is, ugye, hát ez is ma már ilyen, hogy... Mindez egy 420 lelkes településen hogy néz ki? Foglalkoztak ezzel, de nem volt az utcán ez a probléma legalábbis. Lehet, hogy azért, nem tudom, heti nagy tempóm kevesebb találkozást adott a utcaemberével a héten, de hogy alapvetően nem ez volt a mainstream. Tehát, hogy alapvetően annyi mindent és annak visszáját is látják az emberek egyébként a politikától. Azt érezhető és tapintható minden, hogy valami megmozdult. Tehát most valóban van politikai ügy. De hogy alapvetően én azt látom, hogy ez most elért egy olyan inger küszöböt, ez az egész ügy, hogy gyakorlatilag a Fidesz ebből nem tudott ki hátrálni. Tehát az, hogy gyakorlatilag most abban bízik, hogy ez az egész lecseng, és teszünk a mondat végére egy pontot, de nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy ha ez nem derül ki, akkor ez nem ügy. És alapvetően én itt vitatok mindenféle olyan ájtatoskodást, ami akár Balogh Zoltántól, és most nagyon népszerűtlen leszek, de akár Novák Katalinnak a lemondásában benne volt, egy színpadias, ájtatoskodó szólam, hogy az egész nem lett volna ügy, és nem lett volna ilyen, és nem lett volna ilyen látszatbűnbánó történet, hogyha ez nem derül ki. Tehát itt nem az ügynek a súlya nehezedik valakire, és ezt szerintem sokkal nagyobb probléma és bűn, és pont azt érzem, hogy a jelenlegi kormányzatnál az immunrendszer sem működik. Tehát pusztán a mérések miatt, a hatalomtechnika miatt, az érdek miatt van az, hogy A vagy B, lemondás vagy helyben maradás, de nem azért, mert az erkölcsi alap ment ki. Mert hogy korábban, amikor egészségesebb volt a politikai immunrendszere, volt egy gentleman agreement, hogy vannak ügyek, ami után nincs tovább. Akkor visszavonulok és felajánlom a lemondásomat. Ez most itt szintisztán hatalompolitika, és nincs benne erkölcsiség. Szerintem, bocsánat, mert én ehhez még nem szóltam hozzá, szerintem ez annyival egyszerűbb, csak most meglepődtem ezen, hogy pont egy kis vidéki településen ne lenne ennek visszhangja, mert szerintem a megfejtés, tehát amiért ez kitörhetett, az elhallgatás és minden ellenére, az pont ez a nagyon egyszerű tétel, amit ugye a magyarokról évtizedek óta mérhetően tudunk szociológiai és mindenféle kutatásokból, hogy a gyerekszeretet az ezt az országot borzasztóan meghatározza. Tehát egy olyan alapkarakter, amit hozunk, és ez ugye mérhető is más európai országokhoz képest, nem az, hogy ők nem szeretik, csak ez a magyaroknál egy meghatározó dolog a gyerekekkel kapcsolatos vélekedés. Tehát kevés olyan mondata van Orbán Viktornak, beleértve ezt a mai beszédet, amivel egyetértek, de mondjuk az a vélekedés, amikor ő kiáll rendet tenni a videóban, ez a miszlik beaprítás, tehát hogy, és ezt most már én is tudom, hogy tényleg mindenkinek, akinek a gyerekeivel valami történik, akkor az első primer gondolata az körülbelül ez. És ez azért fontos, mert azért itt érezzük meg, hogy azért a miszliktől egy 8 éves büntetés, egy több mint 10 fiút követő zaklatás után baromi messze volt. Tehát az eredeti ítélet is, ugye, amire szerintem nagyon sokan most csodálkoztak rá. Tehát nem csak az egész pedofília, az egész borzasztó ügy, az, hogy hány fiú ment ebbe tönkre, és ugye ez elérte most a társadalomnak egy viszonylag szélesebb körét, amit szerintem nem figyelt oda, amikor mondjuk ezt az ítéletet meghozták. Tehát én nem emlékszem rá, hogy ez ekkora hullámokat vetett volna, viszont mondom, se a 8 év, se a 3 év, 4 hónap szerintem messze nem... hogy nem tűnik kellő büntetésnek ahhoz képest. Tehát, hogy ezért furcsa még a kegyelem, hogy még enyhítek valamin, ami aztán tényleg a főnök, amikor kiáll és megmondja, hogy a miszlik bevágást tartaná úgy kb. Úgy megfelelőnek, mint nagypapa meg apuka, ahhoz képest borzasztóan kevés. Bocsánat, a kérdést pontosítanám egyébként. Igen. A választ, mert amire én értettem, hogy nem volt téma, ez meg maga a lemondás és a politikai következmény, értem, mint ügy. Tehát alapvetően az, hogy mi történik a köztársasági elnökkel, van vagy nincs, hogy megy tovább az élet, alapvetően az ő mindennapi gondjuk ezt felülírja, hogy zajlik a politika most. Az tényleg no way egyébként, és ilyen szempontból terítéken volt ez, hogy az gyakorlatilag zéró tolerancia, pláne egy kis közösségben tapinthatóan alapvetően, hogy a legszegényebb, a leghátrányosabb helyzetű családban is a gyerek az szent. Tehát a gyereknek az ügye az nem kérdés, és amikor annyi elnyomott, abuzált gyerek van, és egyre több olyan gyerek kerül az ellátórendszerbe ráadásul. A vidéki településeknél egyébként a szakemberek folyamatosan panaszkodnak arra, pszichológusok, szociális szakemberek, hogy elképesztő és döbbenetes család családi háttérből mennek gyerekek. Pontosan ilyen jellegű. És sokszor az ellátórendszer falaz, sokszor a nevelőszülő falaz, vagy éppen érintett ebben a kérdésben. Tehát átszövi a vidéki térségeket ennek a problémák a nagyon mély bugyra, és ilyen szempontból ez sebeket tép, és sebeket is tépet. Tehát amire én értettem, hogy nem volt téma, az alapvetően inkább ennek a közjogi vetülete az országban. Igen, itt nagyon sok minden keveredik, tehát ugye van az egész ennek a témának van egy jogi, egy politikai, meg hát egy morális vetülete, és én még visszaemlékszem a szociológiai tanulmányaimra, hogy akkor a 80-as évek első felében, ami nagyon más időszak volt, az volt az egyik ilyen irodalmi alapvetés, amit a szociálpszichológiában megtanultunk, hogy a politika morálja és a hétköznapi morál között nagyon nagy különbségek vannak. Tehát a politikusok soha nem úgy működnek, nem azokat a morális szinteket határozzák meg saját maguk számára, és hát ebben aztán később a választópolgárok is elég engedékenyek tudnak lenni. Lásd korrupciós jelenségek, az a hétköznapi morál ugye az, hogy nem lopunk, tehát nem menjünk egy boltba és nem csenünk el valamit, míg a politikusnak némileg el van nézve, jó, ezek is, azok is, amazok is, tehát hogy be van árazva. Most viszont egy olyan téma került ide, ahol ebben nem lehet különbség a hétköznapi és a politika morálja között. Tehát, tehát az a típusú ilyen említésed, hogy itt a politikának lett volna dolga, és morálisan nem volt a helyzet magaslatán, ez bizony egy nagyon fontos szempontja szerintem ennek az ügynek. És akkor persze vannak jogi kategóriák, hogy akkor hogy értelmeznek az alkotmánymódosítást a jogászok, és vannak politikai vetületei, hogy ebben az egész szempontrendszerben a pártoknak milyen álláspontjaik vannak. És a legtöbbét még fogjuk érinteni, de most lépjünk tovább a második nagy témánkra, ami ugye Magyar Péter személyével függ össze, hogy itt kicsoda Magyar Péter, egy férfi, aki védi a korábbi feleségét, egy sértett ember, vagy valaki, aki akar valamit, csak még nem pontosan látjuk, hogy mit. Összefoglaltuk, hogy ő az elmúlt héten kiket, mivel vádolt, és milyen történeteket említett a Facebook posztjaiban. Az ATV kérdésére kiderült, hogy Gulyás Gergely előre tudta, mire készül a volt igazságügyi miniszter ex-férje, Magyar Péter. Előre megmondta, hogy ha az ő különböző állami megbízatásai megszűnnek, akkor azt fogja csinálni, amit most tesz. Tehát miniszter úr ezt tudta? Megírta nekem, ezért tudtam. Gulyás Gergely a Kormányinfo után távozóban munkatársunk kérdésére annyit elmondott, valamikor január elején kapta Magyar Pétertől az SMS-t. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter a Facebookon egy bejegyzést tett közzé. Azt írta, Gulyás Gergely állításaival ellentétben sohasem fenyegette meg semmilyen ügyben, ez rágalmazás. De ugye a héten volt már olyan Facebook posztja, amiben Orbán Viktor 500 euróssal való fizetését említette, és most a miniszterelnöki évértékelő előtt pedig úgy fogalmazott, hogy sokak nevében megköszönném, ha a mai évértékelő beszédében kitérne arra a kérdése is, hogy ön szerint hivatalban maradhat-e egy olyan kormány, amelynek egyik tagja olyan súlyos korrupciós bűncselekményben érintett, amiről a kormánynak is tudomása van. Semmilyen konkrét info egyelőre egyik posztban sem szerepel, de azért a legfajsúlyosabb kormánypárti politikusokat emlegeti mindegyikben szinte. Mit akar ő? Ez nagyon nehéz tudni, hogy mit akar, és anekdotikus szinten emlegeti, tehát most sztorikat emleget, ezzel nagyon nehéz mit kezdeni. Aki benne van a magyar közéletben, az ezeket a sztorikat ilyen városi plecska szinten igen, tehát hallotta minden bizonyíték nélkül. És nyilván ő az alaphelyzet az, hogy ennek a úgynevezett nemzeti együttműködés rendszerének egy kedvezményezettje volt nagyon sokáig, Brüsszelben is, itthon is, készült Brüsszelbe, vállalati igazgatótanácsokban, tehát azért ettől nagyon nehéz eltekinteni, és akkor ez a dolog egyszer csak megszűnt különböző okok miatt, például a ex-felesége lemondása okán, és közelből való kivonulása okán, és akkor hirtelen ő elkezdett mindenféleket mondani, és azért vagyunk nagyon nehéz helyzetben, mert maga Gulyás Gergely mondta ezen a kormányinfón, hogy ahhoz, hogy megértsük Magyar Péter motivációit, ahhoz ismernünk kellene az ő válásának a történetét. Ezt mondta Gulyás Gergely, amit ugye nem ismerhetünk meg, jó is, hogy nem ismerhetünk, mert a politikának nem hiszem, hogy erről kellene szólnia, de ha a miniszter úr ezt mondja, akkor emögött azért sok minden rejtezhet, amiről nem tudunk. És tulajdonképpen ez ilyen kötszurkálás, hogy most ő mit akar, vannak-e mögötte, tehát tényleg nagyon nagy sztorikat lehet köré keríteni, állnak mögötte ketten. Hárman van, lesz majd nem csak Simicska Lajos 2, hanem Magyar Péter 2 is, tehát hogy az egésznek lesz egy ilyen kimenetele, hogy ez csak valami sértettségből fakadó, hirtelen indulat, és annak a következményét látjuk. Tehát nagyon nehéz erről beszélni, mert semmi olyan konkrétum nincsen az ilyen vádaskodó megnyilvánulásokon kívül, ami simán lehet egy belső emberi sértettségi állapotból fakadó posztolás. Nyilván sok mindent tud, de én, ugye ha már kronológiailag haladunk, ugye az első hír az az volt, hogy ő lemond az állami társaságokban viselt tisztségeiről, lényegében azért, ahogy az ő volt feleségével bántak. De másnap erre megjelent ugye kormányforrásokból egy olyan adat, hogy ő neki már január 26-án felmondták ezeket a megbízásait, csak ő neki az volt a kérése, hogy ezt március 15-én jelentsék be. Most innentől fogva, ha ez a második igaz, akkor érteni vélem, ő egy sértett, bosszút akarni álló ember. Ha az első igaz, akkor viszont hát nyilván elő fog jönni ennél konkrétabb dolgokkal is, bár mióta Pesti László ígérte a konkrétumokat, és soha nem érkeztek meg. Erre azt mondja, hogy érkeznek, csak valószínűleg nem üti meg a magyar nyilvánosság. Karácsonyra nem érkeztek meg, igen. És ugye Simicskától is mindenki várta, hogy ledobja az atombombát, és az se érkezett meg. Szóval én nem gondolom, hiszen ő nem egy akkora ember a NER-en belül, mint mondjuk a Simicska Lajos volt. Tehát nem hiszem, hogy ő nekem, persze nyilván hatszoros árazással működtek a Diákhitel Központnak a média szerződései. Ja, jó, de bocsánat, ezért nem én vagyok a felelős, hanem ő. Látszik, hogy tele van törésvonallal a Fidesznek a rendszere, csak egész egyszerűen az a máz, amivel le van öntve, az érdekmáz, amivel ez le van öntve, egészen addig nem repedezik, amíg ezt tudják óvni belülről, és amíg a koncokat mindenki valahol megkapja. Ebben nagyon kőkemény milliárdos érdekek vannak, kicsi pozíció, kicsi, bocsánat, suttyó egymás közötti alkuk és előnyök, nagyon sok szintje van ennek az egész történetnek. És alapvetően, hogy ez mikor kerül napvilágra, megint nekem sokkal fontosabb talán, ami emögött van, hogy egyszerűen olyan letompított társadalmunk van, hogyha egy egészséges immunrendszer lenne, akkor ezekre a hírekre, egész egyszerűen arra, hogy alapvetően egy családi vállalkozássá növi ki magát Magyarország lassan. Tehát ami az ország vagyona, az lassan egy családi vagy földesuraknak a vagyonává tud válni Magyarországon, és nagyon találó ilyen szempontból, hogy vármegyéket, főispánokról beszélünk, mert egyébként tényleg ebbe az irányba toljuk a vagyon, de hogy nem veri ki ez a biztosítékot, és hogy alapvetően ez még mindig egy szőnyeg alá söpörhető valami. És igen, valamikor jön egy sértett ember, lehet vizsgálni, hogy ő milyen motiváltságból, motiváció, feltűnési viszketegségből, bármiből, sarokbaszorításból mondja, amit mond, de, vagy ventilál éppen, de hogy alapvetően ezek mind igazságtartalommal bíró mondatok. És alapvetően, hogy ez ennek ellenére karaván meghaladhat tovább, és semminek nincs következménye, és ilyen mérvű, ha úgy tetszik, tompultsága van a társadalmunknak, ez több mint elgondolkoztató, de talán egy reménysugár, amilyen tüntetést például tegnap láttunk. Na, ideig is mindjárt eljutunk, és ígérem, hogy te jössz majd a következő részben ebben a témában, egy rövid reklám után tartsanak akkor is velünk. Gergely Zsófia a kedvenc témája jön. Ha ennyit mondhatok, mert hogy még Magyar Péter témáját folytatjuk, igen. Hogy ki ő, mit akar, előáll-e bizonyítékokkal? Hát az, hogy mit akar, azt nem fogom tudni megmondani, bár mondjuk ez a hashtag ne féljetek, ez egy kicsit tényleg olyan, mintha ő most így bejelentkezne valamiféle közéleti szerepre. Tehát tényleg úgy, hogy mint aki így eddig így háttérből kellett, hogy eltűrjön, meg véleményezzen dolgokat, és na majd most megmondom a tutit. A sértettséget szerintem ti már kifejtettétek, tehát én ebben most nem szeretnék találgatni, hogy mennyire sértett, mennyire nem, de én azt itt elmeséltem, és azt így nyilvánosan is vállalom, hogy már évekkel ezelőtt én újságíróként róla, tehát az ő karakteréről beszélgettem háttérbeszélgetéseken. Tehát amikor most így hirtelen így feltűnt, engem maga a személyisége nem lepett egyébként meg. Az, amit mondott, meg ahogy mondta, azt szerintem, mint az egész ország, bármelyik oldal, szerintem mindannyian azért így ilyen ejha, meg hűha érzéssel figyeltük, mert annyira nem vagyunk ehhez hozzászokva. Tehát ez a fajta ilyen borításhoz, kibeszéléshez. És aztán az nagyon érdekes volt, ezt nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy az elkezdett egy olyan magasságokba felmenni, amikor engem is például ismerősök felhívtak ezzel, hogy na, látta. És mondom, láttam, meg én tudok róla ezt-azt, vagy hát szóval érdemes róla, tényleg jogász család, egy csomó minden, ami a Partizán interjúban szerepelt, az már így megvolt. De az a messianisztikus, ilyen kicsit ilyen csodaváró hangulat, hogy ő belőle most akkor talán valami nagyobb is lehet, meg több lehet, az egy idő után engem elkezdett zavarni. És azt is elmondom, hogy miért, mert ahogy te már említetted, hogy nagyon kevés a konkrétum ugye az ő bejegyzéseiben, posztjaiban. És ugye a fő állítás az, hogy micsoda bátor ember. Ő most a bátor ember, ugye jobb oldalról. De ugye ezt már érintettük, hogy veszíteni valója túlságosan nem volt. A másik, hogy nekem a bátor ember az mondjuk az lett volna, hogy miközben benne ő 2 zsíros állásban, meg felügyelőbizottsági poszt van még plusz, és mondjuk a diákhitel központ, amit szintén említettél, hogy megkapja ezt a 6-szoros túlárazott kötelező ukázt, hogy na most ezt ki kell perkálni, és meg kell csinálni, és nem akarod, akkor még egyszer fussunk neki a dolognak. Szóval, ha abban a pillanatban, amikor még van veszíteni valója, mondjuk eljön egy újsághoz, eljön a még megmaradt független médiához, elhozza annak a szerződésnek a másolatát, még csak nem is kellett volna vállalnia ilyen nyíltan a nevét, de elkezdi segíteni ezeknek az információknak mondjuk a nyilvánosságra kerülését. Tehát ugye jelenleg ugye ilyen emberek segítik még a médiának a működését, csak hogy akkor tényleg egy újságíróként kicsit ezt a részt is idehozhassam, de nem ez, hogy akkor állok ki, amikor gyakorlatilag a feleségem leléptetése miatt gyakorlatilag már nincsen veszítenivalóm. Tehát aki mondjuk egy ilyen szerződéssel, információval megkeresi bármelyik, de tényleg bármelyik még létező médiát, az szerintem többet tesz, mint ez, hogy kiállok, és most így tényleg orba-szájba tónizok, meg célozgatok mindenfélére, de úgy, hogy gyakorlatilag nem tudom mihez kötni. És akkor bocsánat, de ha már így megkaptam, hogy kedvenc téma, még egy dolog, hogy nem tudom, nektek nem ütötte meg a szemeteket ez a gyors és zökkenőmentes válás. Tehát ami az egyik posztjában szerepel, vagy nem, bocsánat, ez volt a Gulyás Gergelynek, ugye, amikor igen, ugye ment ez az adok-kapok, hogy gyakorlatilag számon kérte, és ez a sértettség része, hogy számon kérte, hogy de Gergő, hát te azt mondtad, hogy ha gyors és zökkenőmentes vállás lesz, akkor nem változik semmi. Tehát azért ezt képzeljük már el, tehát ezek az emberek így egyeztettek, hogy te figyelj, én el akarok válni. Jó, de hát ehhez kötődik, hogy én ugye ott ülök, és akkor most mi lesz meg? Tehát hogy az egész olyan borzalmas, hogy, és ugye ezekre nem kapunk választ tőle, tehát most ő a bátor, ő a ne féljetek hashtag, tényleg még egyszer, és közben azért a sorok közt, hogyha ezt így elolvassuk, akkor ez így le kellett, hogy tehát ez így lezajlott. Ezek így megbeszélték egymás között, hogy mi lesz akkor, ha, és ugye ott van az is, hogy Varga Judit döntésétől függően tarthatod meg a posztjaidat. Hát ezt nem akarom mondani férfiként, így egy vállás küszöbén, biztos, hogy nagy örömmel hallottam, hogy majd eldönti Judit, hogy akkor most téged meddig szeretünk, de ugye még szerették egy kicsit, most viszont már igazából nem volt hova hátrálni. És ami még nagyon érdekes, hogy ha az emberi viszonyokról van szó, hogy most hirtelen az egykori barátok inkább azt mondják, hogy nem is voltak barátok, ha voltak, akkor már az a múlté, tehát hogy mindenki próbál. Letagadni nem, hát olyan personal grát, kíváncsi lennék, amikor így az utcán mondjuk így összefut a régi iskolatársakkal, meg kollégákkal, akikkel együtt buliztak még mondjuk nem tudom pár hónappal ezelőtt. Egyébként pont ezért segíthetett volna rengeteget. Tehát ő olyan körökben volt benne, olyan helyekre jutott be, olyan ha csak tippeket ad, ha csak bármi, tényleg ennyire zavarta. Miért? Azt értem, hogy az időzítés fontos, de hát még mindig meg lehetnek neki ezek az információk. De hát hol vannak ezek az információk? Tehát azt leírni, lehet, hogy ez egy felépített dolog, és egy idő után ez már kevés lesz, hogy minden reggel felkelünk, megnézzük, hogy nem tudom, ez ugye olyan, mint hogy mit írt annó Simicska. Persze, most mindenki bekövette, igen. Egy hét múlva már így erről nem fogunk beszélgetni. Tehát, hogy el fog fogyni ez a történet, ha nem tesz mögé valamit. Lehet, hogy van tényleg valamilyen ambíciója. Tehát azért nézzük meg, hogy az ellenzéki oldalon is kik voltak azok, akik mondjuk így megosztották, meg közzétették, meg lám-lám. Azért mondom, hogy egyfajta ilyen hűhöérzése mindenkinek volt, mert azért így egyfajta friss élmény volt az, hogy ott nézte az ember. Nagyon-nagyon jó volt a Partizánnak az interjúja, én szakmailag végtelenül irigy voltam, nagyon jól tette de tényleg, tehát a Gulyás Márton gyakorlatilag azzal, hogy élőben ment, nem lehetett visszavonni. Nem lehetett még csak visszatáncolni sem. Tehát ezt én pontosan tudom, hogy milyen nehéz, amikor interjúban jól sikerül egy interjú. Mond dolgokat, megber fogalmazni állításokat, és akkor jön ez, hogy jaj, nem pont így, vegyük már ki. Tehát, hogy ráadásul ugye hosszabb is lett az interjú. Tehát a Gulyás Márton nem engedte elmenni 40-valány perc után, ami meg volt beszélve, hanem tette föl egymás után tényleg a tényleg nagyon fontos kérdéseket. De azt bárki komolyan gondolja, hogy neki olyan ambíciói lehetnek, ami az ellenzéki oldalhoz köthető. Tehát, hogy most hirtelen ő lesz a, nem tudom, ja, 45. messiás? Olyan nem. Biztos, pont az, hogy ő a jobb oldalról jött, tehát ezzel is kezdi, hogy valami nem tudom hány percen keresztül magyarázza, hogy olyan szinten beleszületett és beágyazott, egyébként pont ezekre vonatkoztak nekem ezek a háttérinformációim, a jobb oldalba. Egyrészt ugye kicsit így akarta mutatni, hogy én nekem most nagyon nehéz dolgom van, de itt vagyok és csinálom. Másrészt meg ezt akarta szerintem megüzenni, hogy nyilvánvalóan nem ő lesz az, aki Gyurcsány Ferencet váltja mondjuk a posztján, tehát azért gondolom, hogy nem oda jelentkezett be, inkább ő akar lenni az, aki ilyen házon belüli ellenzék. Hát az elégedetleneknek a hangja jobb oldalon, akiket valószínűleg tényleg nagyon zavar Tiborcz István, meg a többi gazdagodó, tehát hogy tényleg ország részeket tulajdonló. Én ezt gyakorlatilag azt látom, ahogy ő berobbant ebbe a történetbe, akkor a csodavárás vette őt körül, és ahhoz képest nekem túlságosan gyors az ügyeknek, meg a szavai súlyának az jelentéktelenedése. Tehát amit én látok, hogy megint ez a nesze semmi fogd meg jól, és az embernek ott vannak egyre több a kérdőjel, legalábbis az én fejemben is egyre több a kérdőjel, de nekem sokkal fontosabb, mert ő is egy személy ebben az egész rendszerben, hogy neki mi az ambíciója. Alapvetően azt gondolom, hogy egy sarokba szorított ember, de rengeteg információval. Hogy alapvetően mi az, ami ezt követően jön. És a magyar társadalomnak a lélektanát, ha nézzük, ez a messianisztikus, nem tudom, várakozás, hogy na végre valaki, majd helyettem is egy kicsit, ez a jön a királyfi, és akkor nem tudom, őt majd lehet csodálni, hát ha majd tőle jön a bárminek a borítása. És ez már a sokadik, már a 100+1. illúzió, ami sodorja apátiába gyakorlatilag a társadalmunkat, mert várunk valamit, kimond valamit, olyan, aki ott is van a körön belül, és alapvetően mindig valami miatt ez az egész tompul, holott tényleg fajsúlyos dolgok vannak a háttérben. Nekem rettentően zavaró egy olyan világból jön ő is, ahol egyszerűen ő is az anyagi gyarapodásra céloz, ami egyre inkább hasonlít egyfajta kuplerájhoz egyébként, ami a Fidesz rendszere, és elnézést, hogy erős szavakat használok, ahol gyakorlatilag a pénzosztási mechanizmus az lassan már úgy néz ki, hogy vannak a kinevezett madamok is egyébként, akik jönnek-mennek, és bocsánat, nem biztos, hogy teljesen ide tartozik, de hogy próbálták az ügynek a jelentéktelenítését, gyakorlatilag a Fidesznek azok a csaholó, ugató influencerei is egyébként rögtön bedobni egyébként a nyilvánosság elé, akik meg eljátszák, bocsánat, az online prosti szerepet ebben az egész kuplerájban. És elnézést, és nagyon durva ez a fajta hasonlat, csak egy olyan világot teremtett a Fidesz, és mindezt, hogyha a Balogh Zoltáni, nem tudom, kontextusba hozzuk, hogy alapvetően még egy egyházi és hitéleti kérdés, még szentesítve is van, és egy ilyen mázis rákerül, egy egészen szürreális ez a magyar valóság. Két dolgot szeretnék mondani még ehhez a dologhoz, hogy az egyik, hogy ő maga nagyon magasra tette a mércét, és ugye elkezdte mondani, hogy majd a miniszterelnök évértékelő beszédéhez fog olyan muníciót adni, ami majd ott megrengeti a világot. Hát ma hallgatva a miniszterelnöknek a mondandóját nem éreztem úgy, hogy megérkezett volna, és nem is érkezett meg, tehát ő maga nem tette meg, tehát pont ez a lefelé szálló ágma hozzászól. Annyit mondod, hogy a kormány egyik tagja. Hát oké, ez pont ugyanaz. Hát ezen nagyon megdöbbentő szerintem. Tehát ez pont ugyanaz, mint az előző napokban mondott, csak most éppen az alanyt cserélte ki, tehát hogy ebben nincs semmi, és ez a messianisztikus várakozás, ez valóban érzékelhető az ellenzéki attitűddel rendelkező választópolgárokban, állampolgárok sokaságában ilyenek azért vannak. Miután belátták, hogy az ellenzéki pártoktól igazán ez nem várható, meg 2022-ig ezt igazolta, és némileg az akkori miniszterelnök jelölttel kapcsolatban is voltak ilyen várakozások, hogy nagyon máshonnan jött, és majd ő aztán Orbán Viktornak méltó ellenfele lesz, akkor ez nem jött be. Akkor a következő, majd az Európai Unió segít Magyarországon különböző módokon, nem segít, annyiban éppen árt, hogy minden folyamatot lelassít, és tulajdonképpen nincs egy ilyen tevőleges szerepe, lehet, hogy nem is kell, de nincsen tevőleges szerepe. Jön a következő lépés, ezen eltötődő rendelkezel, és egyik téma lesz, hogy akkor a civil szféra, és most ugye a youtubereknek a tiltakozó akció, majd ők kaparják ki a gesztenyét, ez már ugye a harmadik szereplője a történetnek, és a negyedik szereplője, amikor valakiben nagyon így bíznak, és már tényleg mindenkibe kapaszkodik az ellenzéki attitűddel rendelkező szavazó, az pedig a Magyar Péter. Hát, ha majd ő kaparja ki a gesztenyét, és akkor ott állunk egy szombat este, amikor azt látjuk, hogy lehet, hogy egyikük egy picit, a másikuk meg egyáltalán nem, és a kettő között vannak a többiek. Tehát, hogy ebben egyébként a választópolgároknak is megvan a maguk felelőssége, vagy tevőleges szerepe vállalásának a szükségessége. Tehát, hogy ezt ki kell állni néha tényleg a saját nézeteink mellett, és fontos az, hogy elhangozzanak azok a mondatok, amit belül gondolunk, és ennek legyen is platformja. Bocsánat, és a Fidesz kotta, elnézést, doktor. A Fidesz, bocsánat. Csak három mondat. Képzeljük el, hogy szombaton Novák Katalin lemondott, de Varga Judit nem. Tehát nem lép vissza a közélettől. Magyar Péter nevét se ismernénk. Az pedig, hogy a Fidesz kotta úgy működik, hogy egyik nap még ott van a legszűkebb körön belül, másnap pedig szinte senki nem ismeri meg, és szinte tényleg rá is kérdeznek, hogy te ki vagy és honnan érkezel, ez pedig annyira Fidesz sajátosság. Egész egyszerűen az elmúlt 14 évben is, hogy láttunk, hogy korábban tényleg a tűzhöz közel álló személyek hogy váltak teljesen szinte ismeretlen figurává a Fidesz berkeken belül. Tehát, hogy gond nélkül áldoznak be embereket, gond nélkül válnak ismeretlenné bizonyos emberek, gond nélkül dobnak az utca túloldalára embereket. Valószínűleg ebbe a pozícióban navigálja magát a Magyar Péter is. Ő ezt érzi, hogy ott van, még egy utolsó egy-két rúgást tesz, de valahol döbbenetes és ijesztő egyébként, hogy egy ilyen világ alakult, ami mögött korábban egy 98-as Fideszt, ha nézünk, nagyon komoly értékrendszer is volt, és a 2010 utáni Fidesznél pedig egy kifejezetten maffia alapú építkezés részeként egy teljesen ilyen rideg, hatalomtechnikai és csak érdekvezérelt rendszer jött létre. Na és ha már pozícióváltozások, akkor teljesen új helyzetben találták ugye magukat a hazai legnépszerűbb influencerek, és akkor áttérünk a tegnapi tüntetésre, mert hogy hát valószínűleg egyikük se gondolta volna akár pár héttel, hónappal ezelőtt, hogy több tízezer ember előtt mondanak beszédet a Hősök terén, sőt, mi több, még konkrét cselekvésre is tudják őket buzdítani, majd elmondom, hogy mennyi pénzt gyűjtöttek össze, kevesebb, mint 24 óra alatt, de először pár kép a tegnapi tüntetésről. Ma megmutatjuk, hogy vannak az országban, akiket még érdekel a kétségbeesettek, a reménytelenek hangja. Egyrészről az áldozatokhoz szólunk. Ha te is itt vagy köztünk, vagy ha bármikor, akár évek múlva is nézed vissza ezt a tüntetést, reméljük, hogy eljut hozzád az üzenetünk, hogy nem vagy egyedül. A mai napon őszintén és szerényen egyszerre 40 000 ember emeli fel a hangját érted. Szóval nagyjából ezt az 50 000-es számot hallottuk, hogy annyian voltak ott. A különböző felületeken az biztos, hogy több százezren követték, a különböző streaming felületeken, és kevesebb, mint 24 óra alatt ugye bántalmazott fiatal, hajléktalan ember számára 25 millió forintot szerettek volna összegyűjteni, ebből 66 millió forint lett, és a gyűjtés vasárnap estig tart. De hogy ne csak számokban beszéljünk, ide idézem, hogy Azária mit mondott a tüntetés után, mit üzent azoknak, akik ott voltak. Köszönöm nektek, és büszke vagyok mindenkire, aki ott volt. Facebookos kanapé huszárkodás vagy az utcán folyó vandalizmus helyett korrekt arcok megmutatták a békés tüntetés és a civil polgári hatalom erejét. Tegnap többet értünk el, mint bármely ellenzéki kapálózás az elmúlt évtizedben. Talán ez az utolsó mondat volt a legerősebb, és kevesen tudnak vele vitatkozni. Bár lehet, hogy ha most itt lenne egy nem civil, hanem ellenzéki politikus, akkor vitatkozna azzal, hogy kinek milyen lehetőségei vannak, milyen pályán mozog, de nagyon, azért rég láttunk ilyen nagy tüntetést. Nagyon komoly kritika egyébként, és azt gondolom, ezzel nem kell vitatkozni. Tehát, hogyha van egy pici önreflexió az ellenzéki térfélen, ez alapvetően nyilván egy nagyon komoly vizsgálat kell, de itt ettől sokkal fontosabb, mielőtt bárki ellenzéki oldalon, vagy jó érzésű magyar emberként egymás torkának esik, és egyáltalán, hogy végre egy ügy kerül terítékre, és egy ügy mögé egy-két nap leforgása alatt ekkora tömeget lehetett megmozdítani. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy van a társadalomban még szufla, felébreszthető egy hiteles hívószóval, egy hiteles szervezéssel, amikor emögött valaki nem számításokat lát, vagy önös érdeket lát, hanem valóban egy tiszta ügy kerül. És nagyon fontos volt az, hogy valamelyik felszólaló mondta, hogy meg kell fogalmazni a civil társadalomnak, és erőt kell mögé állítani, hogy vannak no-go témák. Tehát, hogy nem lehet visszatáncolni. Én egy kicsit idehoznám be, ha már ez a terminológia, ilyen nincs alapvetően, de a civil erőnek fel kell építeni a must-go témákat is és topikokat is. Tehát nem csak arról kell, hogy beszéljen, és lehet ugyanúgy erőt mögé állítani, hogy mit ne, hanem hogy meghatározni azokat a minimumokat, ami mögé úgy szintén erőt fel lehet állítani, civil erőt fel lehet állítani, és kikényszerítve azt, mert ez a tömeg ez képes arra, és ez a fajta civil háttér képes arra, és szerintem felelőssége is van most, nem innen akar az ember okoskodni, hogy azt a társadalmi minimumot, amit a rendszerváltás óta vár a magyar társadalom valahol, hogy ne lehessen megkérdőjelezni a politikai elitnek. Tök mindegy, hogy kormányon vagy ellenzékben van éppen. És hogy forduljon a történet, mert az elmúlt 34 év az arról szólt, hogy formál egy napirendet a mindenkori politikai elit, kormányzat általában, és alapvetően a társadalom igazodik hozzá, így bemegy a politikai elit alá. És amit tegnap láttam, aminek felsejlett egy pici ereje, hogy egy egészséges demokráciában társadalom az úgy néz ki, hogy alapvetően vannak must-go témák, amit be lehet tolni, és a politikai életnek kutya kötelesség ezeket felkarolni, jobbról-balról közelíteni, kormány oldalról, ellenzéki oldalról, és egy sokkal egészségesebb egyensúlyi helyzet tud így létrejönni. Nagyon fegyelmezettek voltak a tüntetés szervezői és résztvevői, mert tartották magukat ahhoz a szlogenhez, amit megfogalmaztak, hogy a gyerekekért, az áldozatokért és az egészséges társadalomért. Tehát nagyjából ebben a mederben tartották ezt az egész rendezvényt, ez nagyon fontos, emellé álltak föl, mert nagyon sokat beszélgettünk itt hatalomtechnikáról és ennek a pedofília segítő embernek az ügyéről, de azért azt az alap problémát, hogy a gyermekvédelemmel akadnak rendszer szintű gondok, ezt az ide kell hozni az asztalra, és ez a csoport ezt megtette, és ezután erről beszélni kell. Ezt a kormány érzi szerintem. Most az, hogy majd milyen döntést fog hozni, és mennyire keveri már megint bele a gyermekvédelmi törvénybe az oda nem illő részeket, mennyire mossa össze, nem tudom, a pedofiliát a homoszexualitással, ez egy másik kérdés, azt majd akkor kell megvitatni, amikor a szigorítás, amit fölvetettek, megtörténik, de szerintem nagyon fontos ez a típusú fegyelmezettség. A másik, hogy olyan társadalmi réteget értek el, akiknek a politika nem tartozik a hétköznapi fogyasztások közé, a politikai témák. Tehát az, hogy a fiatalokat megpróbálták már a pártok magukhoz csábítgatni, voltak Fidesz részéről is erre törekvések, Rácz Zsófia révén még ennek arca is volt, az ellenzéki pártok is sokszor a fiatalok felé próbálnak megnyitni, mert látják, hogy ott van elméleti potenciál, de a fiatalok nem tudnak rezonálni arra a magyar politikai közbeszédre, ami van, meg azokra a témákra, és ez az influencer csapat meg tudta tenni, hogy ekkora tömeget mozgósított. És ebből a harmadrészt meg az is látszik, hogy körülbelül mi az eszköztár, amivel a politikát lehet művelni. Tehát, hogy nagyon fontosak persze a sajtótájékoztatók a pártok részéről, ahol azt gondolják, hogy elmondják azt a tutit, de a mozgósításnak, a politikai érdeklődés kiváltásának nagyon fontos eszköze már az internet és azok a platformok, amelyek megszerveződött. De ugye az van, és akkor folytassuk majd ezzel a negyedik részben, hogy ezek az eszközök mind rendelkezésére állnak az ellenzéki pártoknak. Ugye hitelességet nem lehet csinálni az interneten, mert ez ugye vagy van, vagy nincs. Talán nagyjából valahonnan innen fogjuk folytatni. A negyedik részben pár perc múlva tartsanak, akkor is még velünk. A tegnapi Hősök terén tartott tüntetést kezdtük el megbeszélni a vendégeinkkel az előző rész végén, és ugye a hitelesség kérdése merült föl, hogy hát ugye lehet sokkal jobban kommunikálni, lehet nagyobb elérésű Facebook, Instagram, YouTube, stb. Csatornákat létrehozni, de a hitelesség az vagy van, vagy nincs. Nagyjából innen akartad folytatni. Igen, mert a hitelesség szó az nekem egyébként két dolgot hoz ezzel a témával kapcsolatban. Az egyik az ugrik be rögtön, hogy próbálták ugye pont hitelteleníteni őket, amikor ugye már kiderült, hogy lesz a tüntetés, és ugye főleg a megafonos droidokat ugye ráküldték a résztvevőkre. És ugye jött ez, hogy erőszak lesz, meg nem tudom én mire készülnek, jöttek ezek a személyes kikezdések, amit egyszerűen, tehát hogy ez a szánalmas kategória, tehát kár is ennél több szót vesztegetni rá, de online médiából érkezve nekem az egy nagyon-nagyon nagy elégtétel, hogy mit tudott ez a pár influencer. Mert ebből látszik nagyon, hogy mondjuk egy Megafon, ugye ezek is adat, hogy hány 10 millió forintot fizette ki Facebook hirdetésekre. 30-nál tartunk, mielőtt bejöttünk a adásba. Én akkor kb. Egy volt az utolsó szám, amit láttam, de hogy fizetik ugye ezeket a Facebook hirdetéseket. És van az emberben, tényleg az online médiában dolgozva egy ilyen nem a káröröm a jó szó, de vicces, mert ezek az emberek viszont pont a hitelességük miatt valódi eléréssel rendelkeznek. Tehát olyan valódi eléréssel, ami most az egyszer az onlineból így átment offline-ba, és így megmutatkozott, és akkor tényleg az ember így megnézte a képeket, tehát hogy egyszerűen csodálatos az, hogy olyan embereket tudtak kivinni, akik valószínűleg, egyébként szerintem elég nagy százalékban életük első politikai, közéleti megmozdulásán vettek részt, és akkor most itt kell ugye zárójelbe tenni, mert sokan ugye ezen élcelődtek, hogy mert azt hitték, hogy az Aria koncert lesz, és majd énekelni fog, tök mindegy. Kiment, ott volt, és lehet, hogy életében először elgondolkodott rajta, hogy lehet, hogy nem csak már azon kell gondolkodnia mondjuk középiskolásként vagy egyetemistaként, hogy hova megy el külföldre, hanem lehet, hogy van valami keresnivalója, mert ez ilyen. Tehát, hogy megmozgatott valamit annak ellenére, hogy mennyire mondjuk sokan nem hittek benne, vagy sokan megpróbálták ugye másnak beállítani ezt az egészet. Én alapvetően ezt szeretném kiemelni, mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos, mert nem tudjuk, hogy ez hova vezet. És most akkor a gyűjtés, amit meg felkonferáltál, az meg a másik része, hogy közvetlenül tettek valami jót. Tehát ez egy kézzelfogható dolog, hogy én ezt a pénzösszeget most valami jó célra fogom fordítani, és ezt ők összedobták. Tehát ez is megint egy olyan, hogy a sok mindenkinek a jót akarása nem csak kifejeződött valamiben, ami látványos volt végre, hogy ez az internetadós tüntetés volt, ez a föltartott telefonos fotók, meg minden. Tehát, hogy ezeknek szerintem kell, hogy legyen hosszú távon valamiféle, de lehet, hogy én vagyok idealista, de valamiféle eredménye, valamiféle változáshoz vezethet. Jól láthatjuk, vagy jól gondolhatjuk azok, akik azt látják, hogy itt párhuzamosan ment egy társadalmi felelősségvállalás próba, egy szolidaritás próba, meg egyébként egy kormányellenes fellépés és egy vágy ezekben az emberekben, vagy egy részükben, hogy igazándiból most nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mi volt az ügy, de majdnem bizonyos embereknek, hogy kimenjenek és azt mondják, hogy most már nagyon elég. Ez biztos, hogy... Ez lehet, hogy voltak közös halmazok, voltak külön halmazok, hát engem, és ezekkel mit lehet csinálni? Hát engem abszolút egyébként a Milla tüntetésekre emlékeztetett. Ugye hangulatában. Ott is, igen, meg hogy ott is, én még emlékszem, amikor Kulka János meg Csákányi Eszter, ugye voltak és mondták, hogy mi vagyunk a civilek, és mi rendelünk a politikától. Most más kérdés, hogy ebből aztán mi lett, vagy lett-e bármi, valami. Én egyébként, persze, ahogy általában van, hogy mikor a tüntetések vannak, akkor én még javába a betegeimhez megyek, úgyhogy én nem tudtam ott lenni, de amit a képeken láttam, attól boldog voltam, tehát hogy tényleg fiatalokat, és még ha az állja a koncertemet, akkor is, de ha már hitelességről beszéltünk, a filosz azért fölébredt bennem. Ugye azt választották jelmondatnak, amit a kormány szóvívő, vagy talán Havasi Bertalan üzent Magyar Péternek, hogy vagy reménytelen helyzetben levő emberek kétségbeesett próbálkozásaival a kormány nem foglalkozik. Ami legnagyobb megdöbbenésemre egyébként a Magyar Narancsnak is ez volt a vezércikke, vagy tehát ez volt az első gondolat, és tényleg ebből vezették le, hogy a kormány tényleg nem foglalkozik, de egy induló mozgalmat egy kiragadott mondattal jelezni, ez nekem nem tetszett. Én azt gondolom, hogy az elégedett, de mondjuk a felhívásnak a motivációja az ennél több volt, tehát amit már említettem, hogy a gyerekekért, az áldozatokért és az egészséges társadalomért ebben több van. Valóban az elégedetlenségnek valamifajta, a kormánnyal szembeni elégedetlenségnek valamifajta kifejeződése volt a tegnapi nap, tehát párhuzamosan ment ez a két dolog. Itt az a nagy kérdés, hogy fel lehet-e tartani a továbbiakban is a társadalmi szolidaritást, tehát hogy lehet-e olyan eseményeket még szervezni, ahol akár gyűjtésekkel, akár felszólásokkal, különböző csoportok, elesett csoportok melletti kiállást lehet majd látni, és emellett fel lehet-e tartani azt a közéleti politikai érdeklődést ezekben az emberekben, az elégedetlenséget, ha úgy tetszik, amely arra viheti ezt a formálódó közeget, hogy nagyon a körmére nézzen a politikusoknak. És itt az elsőt még jobban el tudom képzelni, hogy lesznek ügyek. A másodikban azt látom, legalábbis a közelmúlt alatt értem, mondjuk a rendszerváltás utáni események számos tüntetését, hogy mindig a kifulladása a következmény. És ezt ha a pártok csinálják, akkor is egy ilyen lefelé tartó pálya. Azért lássuk be, hogy a tanárok státusztörvényénél is ugye elindult egy elég, még a fiatalok, a gyerekek a tanárok melletti kiállásával induló folyamat, ami aztán szép lassan így elolvadt. A kormány nagyon rájátszik arra, hogy ezek az elégedetlenségek egymással még véletlenül se találkozhassanak, és ne épülhessenek egymásra. Tehát, hogy ne legyen az, hogy egymás mellett egymásért tüntessenek az egészségügyben dolgozók, az oktatásban dolgozók, és így tovább. Tehát nagyon rájátszik arra, hogy ez a megosztás meglegyen, és én szerintem nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy itt is valahogy éket verjenek az ott lévő szereplők közé, a különböző csoportok közé. Tehát itt az a nagy kérdés, hogy lesz-e még ilyen, ha nem lesz a következő hetekben hasonló nagyságrendű összejövetel, tüntetés, tömegdemonstráció, akkor ez egy egyszeri alkalom volt. Hát jövő vasárnap lesz az ellenzéki tüntetés a közvetlen államfőválasztására. Ez csak az ez most mi volt ez a... Hát nehéz. Ezzel így elmondtátok a várakozásokat? Hát nagy lesz a kontraszt szerintem a kettő között. Én is így gondolom. Tehát ami ennek óriási előnye volt, az az, hogy adott valamiféle hitet, ami már nem volt. És egyet ne keverjünk össze, hogy ez nem egy ellenzéki tüntetés, hogy ellenzéki hangvételű tüntetés volt, de alapvetően én azt gondolom, hogy az eddig megszokott politikai kultúra, a politikai elit, a befásultsággal szemben egy más életérzés kínálata volt. És szerintem ez, lebecsüljük annak a jelentőségét, ha valakinek, csoportoknak, embereknek vissza van valamiben adva a hite, hogy lehet. És onnantól kezdve tud újra szerveződni valami, ami eddig nem volt ismerős, és utat tud talán mutatni, hogy nem feltétlen az ország elhagyása a jó irány, nem a befásultság, nem a fej lehajtás, nem az, hogy belesimulunk és lassan egy putyini méretű államrendet is elfogad a magyar társadalom, hanem gyerekek, van gerinc újra, és van hit abban, hogy a holnap az hozhat más, mint a mai. Csak egy dolgot, hogy nagyon érdekes az, hogy ma, amikor az ellenzéki pártok vezetői reagáltak Orbán Viktor évértékelőjére, akkor teljesen más témákat, tehát tulajdonképpen magát az ügyet, amiről ma itt végig beszélgettünk, ezt a pedofil ügyet vették górcső alá, és ebben a kontextusban fogalmaztak meg kritikákat, például azt, hogy nem kért bocsánatot, és nem hangzott el továbbra arra sem válasz, hogy miért történt a kegyelem. És ezzel párhuzamosan, illetve azt mondom inkább, hogy a korábbi napokban meg inkább ez a közvetlen köztársasági elnökválasztás volt a téma. Tehát mint az ellenzék sem tudná eldönteni azt, hogy most akkor melyik téma legyen az, amit a fókuszba helyez. Az ellenzék általában a technikával foglalkozik, és láthatóan ezt a közönséget nem a technika érdekelte, hanem. És akkor most ne csak a gyerekbántalmazás ügyéről beszéljünk, mert arra majd erre még visszatérünk, ugye, mint hogyha kitágítottabb választ adott volna Orbán Viktor, amikor azt mondta, hogy az egész gyerekvédelmi rendszert próbálják majd újra húzni a tavaszi ülésszak során, viszont mondjuk az egyik felszólaló, Fancsikai Eszter ugye beszélt arról, hogy talán az úgy nincsen rendben, hogyha ő penészes falak között szüli meg a gyerekét. Osváth Zsolt ugye arról beszélt, talán nincsen az rendben, hogyha ugyanannyi a zseppénze 17 év után is egy állami gondozott gyereknek, és még millió oktatással kapcsolatos példa is, még probléma is felmerült. Egyikre se születik megoldás. Akkor ez a közösség miért gondolhatja azt, hogy ez egy sikeres tüntetés volt? Leszámítva az összegyűjtött pénzen, amit tényleg kézzelfogható segítség. Most jó, persze nem tudjuk, hogy ezért, de ugye, hogy mondtuk, hogy a Orbán Viktor beszédében nem említette meg Balogh Zoltánt, de megemlítette a gyerekvédelemmel kapcsolatos terveiket. Ez mutatja azt, hogy bár nem említette a tüntetést, komolyan vették ezeket az embereket? Jó, lehet, hogy egyébként is benne lett volna, hiszen a pedofil ügy kipörgése az maga is indokoltá tenni mindenképpen a gyerekvédelemnek az átalakítását, csak egy teljesen egyéni tapasztalatot ad mondjak. Az én körzetemben, ahol gyerekorvosként dolgozom, van egy úgynevezett lakásotthon. Ez a legjobb megoldás tulajdonképpen az állami gondozott gyerekeknek, testvérek együtt lakhatnak, és akkor egy felnőtt nevelő vigyáz rájuk, meg főz rájuk, tehát ez egyfajta az állami gondozásnak egy meglehetősen humánus formája. A gyerekek szeretik is ezt, de pont tegnap előtt a rendelésemen jöttek és mondták, amit én is látok, hogy hát lecserélődött a társaság. Azok, akiket mondjuk szülőként tekintettek a 40-50 évesek helyett, most 20-25 évesek vannak, akikkel ők nem, 10 évesként nem tudják megbeszélni a problémájukat, és ráadásul még főzni se tudnak. Tehát ezt most mondták el nekem a gyerekek. Tehát jó, nem, hogy mondjam, nem romlott többet a helyzet, ott se, mint az egészségügyben. Na jó, csak neki meg ez az egy élete van. És hát igen. Tehát azért mondom, hogy ez most kérdezhetnénk, hogy most ez ezért jött. Nem ezért jött elő, hanem mert kiderült, hogy néhány gyerek tetves lett, és így. Hogy a gyermekvédelmi rendszer a megváltoztatásához, korszerűsítéséhez ez az ár kellett, tehát hogy a kormánynak nincs egy olyan visszacsatolási rendszere, ami alapján a különböző felügyelet alá tartozó különböző alrendszereket monitorozni tudná, és tisztában lenne azzal, hogy milyen problémák vannak, és ezeket a problémákat megoldaná. Tehát azért azt gondolom, hogy ez lenne az alap. Érdekli, tehát jelen pillanatban a gyerekvédelem az a könyveknek a fóliázása. Én legalábbis ezt látom, hogy körülbelül így ebben merül ki, meg ugye az, hogy nemzeti konzultáció, meg mindenféle ilyen sugalmazott helyeken meg lehet kérdezni, hogy ugye nem értesz egyet azzal, hogy majd jönnek és átnevelik a gyerekedet, a nem tudom én hogyan, és a dollár baloldal, meg a soros. És a mérőszalag a 200 méter. Igen, és ez, hogy lemérjük azt, hogy akkor most hol van a könyvesbolt, és akkor majd jól oda pirítunk meg. Tehát hogyha ez a gyerekvédelem, akkor miről beszélünk? Tehát ezért én nagyon kíváncsian várom egyébként ezt, amit említette, hogy vajon milyen komolyságú ez. Tehát amit most ugye beígért, hogy egy reform lesz gyakorlatilag, nem tudom, ez a szó elhangzott, de hogy én egy dolgot hallottam meg ebből, tudom, hogy még nem ez a téma, hanem majd a következő lesz, de tényleg ez, hogy azt ígért, hogy jobban megnézik majd, hogy kik vesznek részt, ugye, tehát kik lesznek ott magyarul, ugye, mint hogyha nem tudom, pedofil szűrés, tehát hogy nehogy milyen hajlamai vannak, hogy ne lehessenek János bácsik, Endre bácsik, meg milyen, de azt nem ígérte meg, hogy olyan feltételek lesznek, olyan erkölcsi, anyagi megbecsülés fogja övezni mondjuk mindenkit, aki mondjuk egy ilyenben, amit így hallgattam, hogy ilyen helyeken dolgozni, mondjuk 20 évesként, hát szóval megértem a gyerekeket, de azt is, aki ma ezt a feladatot vállalja, hogy nevelőszülőnek áll, tehát elképesztően nehéz lehet. Tehát, hogy mennyi fizetést raknak emellé például. Na és akkor el is jutottunk eddig a témáig, hogy összefoglaljuk önöknek, hogy ma délután Orbán Viktor az évértékelője, nem ilyen 25. évértékelője volt. Hogyan reagált az elmúlt 2 hét témáira? Jézus. A 24-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul. Köztársasági elnökasszonyunk benyújtotta lemondását az országgyűlésnek. Olyan ez, mint egy rémálom. A kibillent egyensúlyt helyreállítani, a felháborodás magasba csapó hullámait megszelídíteni, a család és gyermekvédelem ügyében a nemzetet újraegyesíteni, csak az elnök lemondásával és új elnök hivatalba lépésével lehet. Ki kell egészíteni a gyermekeink védelmét hivatott jogszabályainkat az alkotmánytól a miniszteri rendeletekig. Az áldozatok kálváriája kötelez bennünket. Arra kötelez, hogy megerősítsük a gyermekvédelmi intézményeink vezetését és felügyeletét, az ott dolgozókra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat. És az is nagyon érdekes volt, hogy mindebből milyen következtetést vont le a miniszterelnök nyilvánosságban, meg ugye az még érdekesebb, mint a nyilvánosság mögött, de hát ezt ugye nem tudjuk, mert ugye úgy is fogalmazott, hogy a modern politika vastörvénye az alázat, a nemzetszolgálat személyes alázatot is követel, tudnod kell akármilyen magasan is vagy, egyedül soha nem lehetsz elég okos, nincs védett hely, még a legmagasabb hivatalban is lehet hibázni, és ugye azt mondta, hogy itt alapvetően okos vagy jó emberek is hoznak rossz döntéseket. Igen. Ami mondjuk ugye úgy lenne helytálló, hogy akármilyen magas polcra teszlek, egy pillanat levehetlek onnan. Tehát, hogyha... Ha már az ilyen népies és köznyelvi fordulatokról beszélünk. Arról még nem beszéltünk ma este, hogy vajon személyesen Orbán Viktor és a Fidesz és a kormánypártok milyen tanulságot vonnak le. Hát azóta még két női helyettes államtitkár távozott pénteken, vagy csütörtökön. Tehát azt hiszem, hogy ezt a következtetést levonták. Az, hogy a színfalak mögött milyen következtetést vonnak le, ezt halvány sejtésünk nincs. Egy biztos, taktikai okokból, amikor hallgattam ezt a beszédet, az első 15 perc, amikor nyilván masszírozta ezt a témát, mert nem tehetett más. Tehát valahogy én azt gondolom, hogy mindenféle retorika és egyéb kísérlet volt arra, hogy pont kerüljön ennek az egész történetnek a végére. Ebbe belefért még egy nagyon szívhez szóló, és ez mind a saját tábornak közvetített üzenet, mert ezt aláhúznám kétszer, meg ahogy ő felépítette a mondani valóját, egy komoly nekrológ a két eltávozott, lemondatott méltósággal szemben, és alapvetően utána átment méltatásba is. Tehát még benne volt egy picit ilyen szoborállítás is, hogy a saját táboron belül őket azért helyezzük magas polcra, azért, és akkor oda szúr a másik oldalnak. Tehát nekem egész döbbenetes volt, én ezt alapvetően nem egy kormányfői ország évértékelős történetnek nevezném, sokkal inkább egy Fidesz nagygyűlésnek a helyzet értékelésének, mert egy kormányfőnek azt gondolom, ez lenne a normális, hogy alapvetően értékel egy évet, és alapvetően egyfajta integratív szerepet ő maga is megtestesít. Mert az, hogy ezt várjuk el a köztársasági elnöktől, a funkciótól igen, de alapvetően az, amit említettél te is, hogy ő rak le embereket valahova, ő vesz el. Tehát ő adta, ő vette el, egy kicsit ebben a magasságokban vagyunk, és bocsánat, még egy mondat, hogy olyan területeknél is ő A vagy B válasz feljogosítottjának tartja magát, ami közjogilag sehogy nem függ tőle. És alapvetően minden azt látjuk, hogy tőle indul ki. És ebben a rendszerben, amikor viszont átment a maradék 3/4 órájára az évértékelőnél, ott meg igazából egy teljesen belaposodott beszéd volt, egy teljes számhalmaz, Brüsszellel harcolt egy kicsit, a szokásos ömlengés, egyszerűen figyelni nem lehetett rá. De vajon az, amit szeretett volna, hogy ezt lezárni, ráadásul megerősíteni a saját tábort, ugye én utána hallgattam a jobboldali kommentárokat, és a példamutatás, az őszintesség, a szembenézés és a tanulás voltak a kulcsszavak. Igen, én azt gondolom, hogy ez volt a törekvése, és valószínűleg most így este azt gondolja, hogy amit lehetett megtett, ő pontot tett a történet végére, most már így a belső rendszeren belül nem jönnek kritikus hangok, a végére értünk, és én is azt éreztem, hogy a következő részben pedig egy ilyen hurrá optimista, mi leszünk, rajtunk lesz a világ szemben, mi leszünk az autógyártó nagyhatalom, tehát valami olyanokat mondott, amivel nincs mit kezdeni, még talán azon is túltette, amiket szokott mondani, tényleg a szokásos vissza, és akkor itt tücsköt és bogarat beszélnek, meg akarnak velünk etetni, tehát hogy tényleg elképesztő sorozatot említett. Ami nekem még nagyon érdekes volt, és ezt nem egy ilyen önreflexiónak tartom, bár jó lenne, ha ő is így értékelné, hogy a politika az valami olyasmi, hogyha, mint ahogy Muhammad Ali vagy Mike Tyson, hiába vagyunk azok, akkor is egy ütésre vagyunk a padlótól. Padló. Tehát, hogyha ő neki ennyi azért eljutott ezen ügy kapcsán a gondolkodásába, hogy bármikor, bármilyen kis ügyből is, hát még nagy ügyből milyen veszteségek származhatnak, akkor az a politikai realitás érzékét növelhet, és erre egyébként azt gondolom a magyar társadalom igényt tartana. Igen, hogy tehát amikor, ez nekem erősségem a logika, tehát amikor azt mondta, hogy Novák Katalin hibás döntést mondott, tehát mondjuk ez a beszéd az a svéd miniszterelnöktől hangzik el, tehát Novák Katalin hibázott, lemondott. Varga Judit ellenjegyezte, hibázott, lemondott. És az én kormányom tagjaként tette, és lemondok. Tehát ez egy demokratikus országban így történik. Egyébként én azt gondoltam, hogy bejelenti a közvetlen elnökválasztást. De hát miből gondoltam ezt? Gulyás Gergely már elmondta a Kormányinfon, hogy semmiképp. Hát volt már olyan felülírta Gulyás Gergely. Most akkor kicsit visszakanyarodunk az elejére. Én azon is teljesen meg vagyok döbbenve, hogy közvélemény kutatják a lehetséges jelölteket. De miért? Miért? Tehát, hogy most Merkeli Béla vagy Szalai Bobrovnicki Kristóf lenne jobb elnöknek? Most ha ezt én közvéleménykutatásban megmondhatom, akkor akár meg is választhatnám őket. No nem, mert mondjuk a saját jelöltjeit méri. Tehát nem a közvetlen választás, hanem csupa pártkatonát, és hát, jó, hát éppen csak Fideszülbe valót nem hordanak, de jó, meg mondjuk jó, de az, hát, ő nem, de... Jó. A másik kettő, akit említettem. Viszont amit felhoztál logika egyébként, hogy tényleg az lett volna az elegáns, ha ő svéd miniszterelnök lenne, hogy ez hogy folytatja ezt a sort. Nekem végig az csilingelt a fülembe, az ő mindenféle megnyilatkozásában, mintha egy outsider beszélne. Egy külsős, aki nem érintett. Nyilván teljesen szándékos volt. Aki nyilván igen, de hogy alapvetően eljátsza ezt, és alapvetően ha témaként, és ez feljött a korábbi ellenzéki egyéb beszélgetéseknél is, ezt kellene gyakorlatilag sokkal inkább szorgalmazni, hogy gyerekek, ő nem egy mindenek fölött álló és egy outsider, aki ezt kívülről végignézi, hanem a pókháló kellős közepén van. Ő mozgatja a szálakat. Ebbe a kormányban történt ez, ami éppen történt. Tehát érintettje volt egy kormánytag. Tehát az, hogy minimum viselek felelősséget, ez nem megkérdőjelezhető. És attól nem ez kisebb egy politikus se, de ennek a kultúrája nincs meg, hogy azt mondja, hogy bocsánat, és én is hibáztam. Végszó. Végszó. Szerintem a méltatás, és akkor ez lehet, hogy talán tényleg jó is végszónak, a méltatás szükségszerű volt, mert valamit ebben az elmúlt x napban mi itt láttunk, megnéztünk. Szerintem a többségnek a meggyőződése az, hogy nem ez a kettő nő így önmagában a felelős. Tehát valamilyen szinten szerintem velük szemben kialakult egyfajta, nem tudom, nem a sajnálat a jó szó, nem is a szimpátia jó szó, de valahogy mindenki azt érzi, hogy ez így nincsen rendben, hogy ők kettő, és még a Baloggal kiegészítve sem. Tehát az, hogy őket méltatta, a Balogot elhallgatta, de a méltatás volt szükségszerű, az összes többi, ahogy említetted, kötelező elem és pipa volt, de gyakorlatilag még mindig az az érzése van az embernek, hogy le akarja zárni, teljes mértékben érthető, szépen csinálta, olyan értelemben, hogy mindenki megkapta azt, ami kell, de én nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez itt ezen a ponton így rácsukható ez a Magyar Péter, meg a többi történés. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ő fog, tehát nem Magyar Péter fog előállni, de az is egy váratlan húzás volt. Itt most valami megbozdult. Simán lehet, hogy nem lesz igazam és elhal, de az, hogy ennyire próbálja ugye bedugdosni a palackba vissza mindent, ezt a fajta erőlködést szerintem ez a beszéd azért tükrözte. És én nagyon remélem, hogy nem tudom, a youtuberek vagy bárki más, de egy kicsit így tovább lendíti ezt a dolgot, pont azért, mert ez a fajta ilyen apátia, testpettség, ez is sokszor elhangzott az elmúlt napokban, tehát az egy kicsit, végre egy kicsit ilyen frissítőleg így elmúlt vagy eltűnt egy időre. Nagyon köszönöm a kitartást és a kimerítő elemzést is részletekről, és az önök részéről is köszönjük szépen a figyelmet, maradjanak továbbra is itt az ATV-n, ma is, holnap is követjük az eseményeket, vigyázzanak magukra, szép estét!